In medias res, belecsöppenünk egy történet közepébe, egy fantasy történet első aktusa a dal, egy boszorkány üldözésbe, egy boszorkány égetésbe csöppenünk, amit biztosan látunk, hogy a hőzöngő tömeg egy emberként akarja kardérre hányni azt a természet feletti erővel rendelkező lényt, azt a boszorkányt, akinek a szemében egy sárgás izzás látnak. Nem tudni pontosan mikor, hol, és hogy van-e alapja ennek a félelemnek, de egy biztos, hogy a helyzetből arra lehet következtetni, hogy a félelem készteti erre a tömeget. Végül, ahogy mondtam is, mágián elégetik őt, ezután viszont fény derül rá, hogy számára a mágia halál nem a végleges halált jelenti, hanem sokkal inkább a felszabadulást, hiszen a lelke kiszabadul az emberi testből és tovább vándorol. Hogy hová, azt a későbbiekben fogjuk